tartod, ez a kedves kis deszkánk, ezzel a procival beindul, a processzorra beindul. És a másik, de viszont de kettőt bippel. És? Ha van benne memória, ha nincs benne. De ugye kettőt bippel, az nem a memória miatt. Bip, egy-két másodperc, bip, és áll. És ha van benne memória, ha nincsen. Aha. Magyarul ezek, viszont ugye ezért tettem rá X-et. Igen. Hát ezt betettem az alaplapba. Őt, ide, ennek helyére. Igen. Az alaplap meg sem nyugtan. Nem abba való. Pedig ugyanúgy néz ki a kettő, igaz? És foglalatlan lábra, és teljes méretben egyezik. És nem akar menni. És nem nyitkan meg. Tudod mi a baja? Fogd meg, már rájöttem. Hát ez malajziai termék, ez meg semmilyen. Ezt nem gyártották sehol. Ezért X. Ez gyártatlan. Ezt le se gyártották. Na, ragudj. A kördosszéba iktattuk. Na. Hellosztok, én a Farkas vagyok. Ez a negyedik műhely videó. Ismételten, igen. És haladtunk előre egy csomó. Persze nem lehet megint meg a gyűl is, mert mi azunk ismételten Tiboriuszunk, aki tegnap házi feladatként rengeteg minden megcsinált teljesen gyűlőt. A bicitárod rakjuk. Egy. És megmutatjuk, ugye amit az előbb már elkezdtem mutatni. Ezek a memóriatesztek. Tehát van DDR-esből 512-es, Corsair-es, 400-as, kiváló. DDR-esből 128-as, mi az, hogy egy márka? Nincs márka, nem... És ráírtál egy egyes. Jó, kiváló, ez az egyes memória, 3-as kiváló. Kingston, Gigabyte. Az mit jelent, hogy XX MSI? A kettes a memória Gigabyte, nem megy, csak az MSI-ben. Nem indult, az a másik alapotban szintúgy nem, MSI-ben csak a kettes slotjában indult el. Egyesben nem akar. Csodálkoztunk rajta. Ezek a veszekedéses dolgok. Én veled nem vagyok hajlandó egyet dolgozni. Vagy valami ilyesmi. Igen. Szóval, hol tartunk most? Most jön a 775, ja, proci teszt, igen. Tehát a prociból 478-asból az összes jó, és ami nagyon-nagyon örülök neki, itt van egy ilyen kérdőjeles, és nem kezeli az alaplap, tehát valami furcsaság van, mindegyik működik, ez a lényeg. A 775-ösből a 2.8-as működik, a 775-ösből a 2.66-os az most jön. Márpedig itten van a 775-ösünk, ami egy gigabyte-os GA... Olyan, igen. Igen, ez egy határozott szépség, ugyanis... Sima PCI, AGP és PCI Express-es sín is van benne, tehát egy csoda. Ilyen egyszerűen. Azon csodálkozom, hogy nem SD DDR RAM-on keverék van benne. Nem, én azon csodálkozom, hogy DDR 1 vagy 2 slot. Tehát, hogy bele tudnád tenni mind a kettőt, mert ahhoz aztán az igazi Jolly Joker lenne. Bármi áramlik, mert bármi mással lehet helyettesíteni, tehát nem is kell hozzá ugyanaz, tehát tiszta nyerő. A múltkor. Az előző videóban, a 3-asban mi találtunk egy CD olvasóban egy lemezt. Az hol van az a lemez? Tiborius. Mert a nézőinknek azért csak meg kéne mutatni, hogy miket találunk mi itten. Most egy olyat kérdeztél, amire fognom sincs, hogy hol lehet. Szóval nem tudjuk. Mindegy, akkor elmondjuk szóba. Hát most már ne keresd meg, mert szerintem akkor ez így gyengén esélytelen. Vagy megvan? Nincs. Nem baj. Az volt ráírva, hogy DOS játékok. Ez az. Tiszta király. Szóval megjelöltük a memória. Hol a memória tálca? Jaj, hát ti nem is tudjátok, most itt eszembe. Elkezdtük rendszerezni a dolgokat, hogy hol mi van, és hol... milyen dobozban mi fér el. Tehát a tálcát, ez egy szerszámos táskának a teteje, berendeztük, hogy hol mik vannak, és értelemszerűen rá lesz írva, hogy 1-es, mert van egy 2-es, 3-as, 4-es. Ezzel itt nem olyan kell foglalkozni, mert Rambuszhez nincsen alaplapunk se. Aztán nézzük a következőt. El van rendezve a CD-DVD meghajtók, vinyók, alaplapok előtérben, hangkártyák, külön a hálózati kártyák, külön a videokártyák, és ugye látjuk, hogy mindegyikre rá van írva, hogy jó. Amelyik ugye nem jó, az a lenti kördosszéban távozik a műhelyből. Ezzel mi volt? Ja, semmi, rá van írva, hogy jó. Na, most jön a következő teszt, ugye nem hagyjuk magunkat megvezetni. Hoztam csavart! Átöntöm addig a csavarokat, mert a csavar létszám az nem teljes mértékben kielégítő, és jött új szállítmány. Vannak hűtőink. Itt az új szállítmány. Várjál, ezt nem is ide rakom. Mert a
hűtőket is majd meg kéne tisztítani. Találtam egy olyan hűtőt, képzeld el, ami... Hát... kevesebb, mint a rohadt túlgagyi. Na, most ezt hogy fogalmazzam? Tessék, csinálok egy ilyen fix kamera állványt. Jó. Akkor lehet, hogy gagyi lesz. De most elvetted a támasztékot? Nem, hát megmozdítottam. De gonosz vagy, akkor ide rakom. Így. Így. Na, közben még egyébként ő a hajmez, hogy ajándéká. Ajándéká? Egy vadonat. Új. Kis szép. Új cucc. Power LC AT10-es tár. Magyarul annyit lesz használva. Ne röhögjél, felborult. Na, szóval, nem működik egy kitámasztás. Tudom már, mi kell nekünk! Tiborius. Nem. Alumínium szalag, konyhából. Jaj, tudom. Hogy hívják? Nem cellofán. Mi annak a neve? Hú, garoce? Majdnem azt mondtam, hogy garoce. A levert folpak? Nem, az az átlátszó. Azt mondom, az a nylon szalag. Hogy hívják az alumínium szalagot? Igen. Nem tudom. Mindegy, nézzük meg az új szállítmányt. Igen, ez pontosan alufólia, mert alufóliából van. Tehát, hoztam rögzítőt. Ez nagyon fontos, mert a kábeleket rögzíteni kell majd a számítógép belsejébe. A rögzítő ilyen gyors, recsegős, ilyen szalagszerű marhaság. Tiborius, nem értek egyet azzal a dobozzal, szerintem még ez is jó lesz. Mit gondolsz? Ez nagyobb, vagy ez nagyobb? Nem, az nagyobb, jó lesz. Sárgát eltesszük valami teljesen más célra. Ezt kiürítjük. Akár még csavarnak is. Ez lesz a csavaros. Na szóval. Jó, ez a csoda holló. Nem rozsdás, nem? Ez gyárilag így van festve, jó? Na szóljatok be. Bankok. Képzeld el, egyik drága videónézőnk, fejből nem tudom egyébként, hogy hívják, de ott látjátok a kommentbe, a hármas videóról van éppen nagyban szó, azt írta, képzeljétek el, miután összeolvasztottam a két videót, ugye, ami összetartozik, ilyen fejjel írta, figyelj. Ez már egyszer volt, bazdmeg. De látszik a kollega, mennyire figyelt arra, amit elmondtam, hogy ez a két videó összetartozik. Ezért össze lesz fűzve. Na, mutatok neked egy csodát. Nektek először, mert hűbile van szarva. Ez mi csoda? Nem tudom, hogy rá van-e esetleg fókuszálva a kamera, hogy ez mi? Tessék, Tiborius, mi ez? Egy speaker. Nem! Akkor... Ez egy kétkazettás rádiónak a mikrofonja. Hiha. Ha-ha-ha-ha! És tudod, milyen tisztán szól? Kipróbáltuk. Ez egy minőségi cucc. Rá kéne majd tenni egy mono jacket, amit elméletileg én otthon megtaláltam már a jó múltkor, de most már kurvára nem tudom, hogy hol van. Na ez az, amiről te beszéltél éppen. Speakear dupla egy pöttyel. Hiha. Nem ám akármi. Hoztam ilyet is. Turbo LED. Nem. LED. Az a lényege, hogy LED. Tudod, a dugod a valkarod. Ki tudod próbálni vele a tápot? Nézd, mit hoztam neked, mert ebből nagyon kevés van neked. Nekem meg hozt egy vödőre, tessék, kettő. Ja, nézőinknek megmutatom. PH2+, PH2Z és P... Na, jó mondom, sima PH2. Jó, mert a számítógép csavarok ezzel működnek. Tessék. Normál Philips csavar. Nem látszol a képbe amúgy. Nem baj. Hallani hallják. Nem látszol. Láthatatlan vagy. Hoztam ilyet is. Ez a hálózati kártyának a lefedője abban az esetben, hogyha nem jutnánk kompromisszumra a minőséget illetően. Hoztam még ilyentet, speciális gyorsrögzítésű csavar, amihez nem is kell csavarhúzó. És hoztam elemet, egyet, kettő, nem, egyet hoztam. Hoztam tekerős patentosat, hoztam hűtőborda lerögzítőt, hoztam sárga alapra rögzítőt, hosszút, hoztam rövidet. Hoztam alátétet abban az esetben, hogyha egy picit jobban lejjebb kéne szorítani az alaplapot. Ez a jumpereket. Igen, hoztam egy csomó jumpert, szóval... Szóval így néz ki a szituáció, most hogy mutassam, mondjuk így, tessék. Tehát nem gyenge mennyiségű csavar, és akkor ez a
a központi csavarbázisnak lesz a... Ez nem jön ki. Mi az? Kosz? Mindegy. Luk. Nem, ott van egy ilyen kosz a szélén, azt hittem az a csavar. Na, ez ki van hozva. Mi volt még az hajréba? Ja igen, hoztam ide kábelt. Hoztam ventilátort. Ide kábeleket hova tettük? Ennyi még nem volt. Meghoztam egy kom kábelt. Ez egy kom. Nem volt még ide dobozunk? Nem. Hát az jó lesz akkor sárgának, vagy ilyesmi is. Ja, és minőségi ventilátorokat hoztam, tehát nem ilyen gagyikat. Hoztam FFD-t, vagy FDD-t. Jó sokat, vagy négyet. Na jó. Így. Na, FDD-k, HDD-k, 40-esek, abból azt hiszem hoztam kettőt. Szikszalag. Van gumi. A guminak az a lényeg, hogy ezzel lehet fölrakni azt a ventilátort, amíg búg, mint állott, és akkor így nem lesz olyan hangos. Jó, hoztam ilyen hangkártya chipset hűtőt. De attól még nagyon jól működik. Ez megy haza velem, ugyanis ez egy hosszabbító. Ez jön velem haza. A hosszabbítónak az a poén trükkje, az egésznek a trükkje, hogy mutassam erre? Így. Tehát, hogy ezzel lehet, így van, a ventilátort kihosszabbítani egészen addig az íróasztalig, ahol például te dolgozol. Mm. És így, mi az? Hatalmas trükkel nem a számítógépet hűti, hanem téged. Ja, és sokkal olcsóbban, mintha bedugsz egy asztali ventilátort. Amúgy így meg van hosszabbítva. Egyébként ezeket majd valószínűleg újra kell majd ragaszgatnom, mert kicsit konti. De le van kakikálva. Na! Ventilátor, ventilátor, venti, 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 kábel, kábel, kábel. Nézzük ki akkor azt a dobozt, amihez majd a kábelek lesznek. Az nem jó. Az kicsi. Ennek gondoltam, és ebből meg tudok volni. Jó. Akkor meg az lesz a CPU-s. De akár. Miért ezt a izét méretre lehet szabni? Szabjuk méretre. Az így nem jó? De. Na, szerintem... Polírhűtődet, azt külön féltettem. Ez abszolút polírhűtő. Egyébként elmondanám, ez lenne a szabvány. Tehát mindenkinek, aki hűtőt forgalmaz, annak ilyen gyönyörű, tiszta, egyenes hűtő aljának kéne lennie. Még a mobilt is látjátok benne. Hello! Na, nem lényeg. A lényeg most jön, hogy méretre szabjuk a proci tartót, de nem jó. Várjál, Tiborius. Hát haver, nem jó. Több a proci, mint ott a felület. Hát igen. Tehát egy nagyobb doboz kéne. Nagyobb doboz. Mert azt is lehet, itt hagyom a szatyrot, és a zsákba lesz a kábel. Ennyi. Ebbe a zsákba lesz a kábel. Kész. Problem solved. Megvan oldva. Jó. Rövidesen kezdődnek a tesztek. Jó, hogy melyik hogyan működik, és melyik nem működik. Aztán jövünk tovább vissza. Na, tehát ott tartottunk, hogy most jön ennek a deszkának a tesztje. Ami a legalsó sport. Egy 2.6-os Celeron, 5.33-as urreje. Urreje, igen. Meg 2.5-os mennyiség. Igen. Na, kérjük a bootot, én meg ideállok a billentyúhoz. Jó, csak felállítod. Mit? Az indítópálcát. Indítópálcát. Varázspálcát. Hát azt meg becsukjuk, és ráírjuk, hogy csavar. Mert hogy ez az lesz. Ja, közben indítottunk zenét. Ave, ez teljesen szépen működik. Voltam már BIOS-ba? Voltam. Miért melegszel ilyen lassan? Na, haver, teljesen jó. Ez teljesen jó, haver. Kicsit homályosak vagyunk, de ez a kamera miatt van. Ez a kamera miatt van. Teljesen jó, haver. Na, akkor ez működ. Ez így működ. Úgyhogy be lehet pipálni. Hol a ceruza jelünk? Kinek egy ceruzát? Ott van, legalul van. Kész, ki van pipálva, úgyhogy ez is jó. Úgyhogy mind a két 775-ösünk jó. Állítsuk le egyet. Mind a két 775-ösünk jó, mindegyik 478-asunk jó. Memóriákkal azért vannak kicsi elnézések, de a többi az mind nyerő. Végelményből a 7 DDR 1-esből egy darab nem megy. Amit nálad azt mondta, hogy fagyogat. De azt igen, mondta, de a fagy is. Az már meg se akarna mukkanni. Sehol. Már meg se nem mukkanni. Na, a következő rész, ugye lesz még olyan nekünk, hogy memória teszt. Meg...
hát meg még egy csomó minden, úgyhogy keep on going. Melyik alaplapunk jön most? Mert akkor ezeket össze is tudjuk építeni, tehát benne hagyjuk a procit is. Megnyugtatlak, az összeset legnap leteszteltem, és az összes működik. Akkor össze lehet építeni őket, szépen be fogjuk tenni. Őt kell még ennyit, hogy megnézz ezt a kis AMD-s vackot, hogy miért nem ad képet. Sem LGP-n, sem PCI-on. Akkor elkövetkezőt, azt a lányom. Nehéz ügy. Na, most éppen ott tartunk, hogy van egy darab memóriánk, ami jó. Ugye látjuk, ezek SD foglalatos memóriák. Ráírtam, hogy jó, és akkor már csak ennyit kéne letesztelni, hogy ezek olyan működnek-e. Itt van egy alaplapunk, egy Matsonic akármicsoda. Nem tudjuk, egy oldalas memóriákat szokta szeretni, egyébként jó az alaplap. Úgyhogy beteszünk neki egy-két ilyen nagyon-nagyon-nagyon vicces két oldalas állatot, és akkor majd meglátjuk, hogy hogyan reagál. És akkor leteszteljük összeset. Úgyhogy végeztünk a teszttel. A következő... Kiestek a játékosok? Kettő. Igen, körömlakkal ráhúztuk az X-et, mert... Majd ők mennek amőbázni, hogy fogalmazunk ilyen finoman. Na, szóval az SD RAM készletünk a következő. Kettő darab feles, 0/4-es, 7 darab 8-ados, ami tényleg nem jön messzire, meg 2 darab tesztnek mondható memória. Az összes, amit itt felírtunk, azok mind jók. Jók, 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 jók. Erre is rá van írva, jó, csak persze pont a másik oldalon. Rosszul lett forgatva, mindegy. Szóval mindegyik jó. Mindegyik jó. Úgyhogy kettő kiesett, azok majd mennek a következő tesztre, aztán majd megyünk tovább, és most jön monitor teszt. Na, kérjük a cipekedő hórúk emberünket, szakítsa meg a saját hátát. Köszönjük szépen. Jelölő filc. Gyilkológép. Javítjuk, most javítjuk meg. Ezt elmondom, egyébként ez elő van készítve, ez az alaplap. Ez egy hatalmas X-es alaplap, rohadtul nem akar működni. Arra van előkészítve, hogy van nekünk egy ilyen alaplap elválasztó eszközünk, és az alaplap elválasztóval így le fogjuk vágni azért, ugyanis a jelenlegi, mondhatnánk ideiglenes eszköztartónk, hát divatja múlt, és hát nem túl dizájnos, de ezzel a problémát meg fogjuk oldani. Na, ne térjünk el a témától, ott tartottunk, hogy teszti bit. Tesztit, a szépen mindjárt be is dugom. Köszönjük szépen. Ja, nagyon nem kellett tekerni, mert úgyis visszatekerjük mindjárt. Mountain. Miért van ebbe fejjel lefelé benne a VGA? Jaj. Na. Kapcsoljuk be. Na, de van? Várja a készenlét üzemmódot. Várja a készenlét ide, hiszen már készenléti van. Csatlakoztatva. Majd mindjárt. Jogam. Tulajdonságok. Na, nem ezt akartam egyébként. Biztos, hogy biztos. Jó. Küldjünk rá egy kicsit nagyobb jelet, jó? 800x600? Most megy a jel. Megjött! Megjött! Várja, várja, várja! I betűt, I betűt. Jön a jel! Jaj, de csúnya. Na tudod mit, haver? Nagyon sokan kibékülnének vele. Küldje majd nagyobb jelet rá! Jó, nyomj egy okét, aztán kérünk egy új ablak megnyitást. Hogy? És akkor újra. Nem, akkor így, a másik gomb. Te! TV? Nem. Ez így nem jó! Azt szeretném kérni tőled, hogy a jobb oldali, ugye az előbb, jobb oldali monitor egy sokkal erősebb és durvább jelet küldje, légy szíves, jó? Mondjuk egy Full HD-t. Na, húzzad, nyugodtan, nem kell szarozni. Előkerítjük a jelölő filcünket, ami sajnos... Nem támogatott felbontás. Nem baj. Mi mit küldtél rá? UHD-t? 1600-1200. Na, akkor kisebbet légy szíves. Akkor... Nem azt állítjuk kicsit. Akkor... 1024. Hogy? Nézzük ezt a... Jó? Igen? Átlag nagy monitoros felbontás. Jön. Oké, okay, következő. Akkor... Még egyen nagyobbat légy szíves. Egyen nagyobb az már... Más felbontás lesz, amit az előbb nem az nem jó. Jó, akkor 1280-as. De mivel, hogy ez ugyan LG Flatron, mint ott látható... Nem is igaz, az B-s, az meg nem B-s. 1280.
1000. Sajnos. 24. Ez is bés. Ugyanaz a két monitor. Ja. Tudod mit? Oké. Okay. Next! Kérjük a fóruk emberünket, hogy cserélje ki a monitort. Egyébként a teszt az sikeres, tehát szép képet láttunk. Hát, amit egy Windows-totól. Most jön a másik flatronunk. Igaz, ez már nem bés. Ez nem bés, ez egy másik. Dugó, fadugó, mert minden dugóba dugó, fadugó, be van dugva. Mi volt ennek a neve? Nem Life is Good, hanem... Lucky Gold Star. Szerencsú csillag. A kép természetesen visszajött, és akkor kérjük a továbbiak ellenőrzését. Hát, ha tudja az 1600-at, az de jó lenne. Hát, ami szerintem... Nem az kéne. Nézzük egy... ...letesztinget. Jó, oh yeah, de király vagy, haver! Azért ilyen monitort hallott, tiszta jó. Na, akkor erre is ráírjuk az előző értékeket. Igen, légy szíves akkor. Én írjam rá. Designese. De nem így! Ha nem. Hát úgy, hogy lehessen látni egy író. Úgy. De így nem tör. Hogy nem tör? Írjad. Így nem tök írni szépen. Nem baj! Csak egy... X. X! Hogy? Csak várjál, mi volt? 1024. Igen? Igen. Javasd be ez. Az. Puskázni kell. Ne csalja. Hogy? Dönöljű, szép szégesz. Számen gyönyörű. Az. Van még monitorunk? Van. Akkor csere, légy szíves, drága, kedves barátom. 775, várj egy kicsit. 775 FT-s készülékről van éppen nagyban szó. Belején láthattad volna. De nem jó, mert így mutatom hátul a teljes izért a nézőknek, tudod. Mindent a néz... Van macskánk! Ez házőrző macska, jó? Ez egy igazi házőrző macska. Kicsit poros macska, mert már régi, de még házőrző macska. Kompakt. Olyan volt, hogy nem engedbe semmi. Tényleg. Ez egy állat. Na, kompakt cucc, hátul. Részletes leírás. Hát, akit érdekel, az nyugodtan olvassa elfele. Te egy szót nem értek el ebből, mi a fene ez itt. Nem baj, bedugjuk. Ögy, be van dugva. Kép az továbbra is jön, ugye? Uh-huh. Szóval be is kapcsolta magát? Bebizony, és már jön is a kép, kérünk egyen nagyobbat, légy szíves. Hát, ha az S720-as tudja, 1600-as nagy állatjelet. Jó. Ó, már szignálkábel sincsen. Ez nem nyert, hé. Hangszorút nem nyertünk, jó, akkor fogjuk kérem ezt a készüléket. És mutatjuk az írási funkciót, amit nem akar. Fókuszáljál már te, szerencsétlen. Ez egy négyes. Még mielőtt is megkérdezed. Ez milyen szám itten? Csak miért nem fókuszál? Na, azért. Mert olyan bunkó. Iben látszik, a falka szép négyese. Szóval nem nagyon akar mindig dolgozni. Nem úgy, mint ő dolgozik folyton. Szóval folyton. És akkor van még egy a sarokban. Mint a rossz gyerek. Igaz, még rá is tüsszentünk. De hát, légy szíves, töltsél te! Mondhatjuk azt, hogy a paciens fejet foglalt. Helyet foglalt a paciense. De az kicsi lesz már, 1024-es. Ki férsz? Ki? Hát te. Ki? Hát te. Hogy? Ez maradhat itt a lábánál, mert akkor úgy dugjuk be. Kép? Álljon, jöveget. Ez is 720-as, mint az előző, mint a tesója. Tessék. Hát akkor ugyanaz. Ugyanúgy 720-as? Aha. Tessék. Csak kösebb. Ott van hátul. Meg azt elfelejtettem mondani, hogy ez rossz. Ne tedd már bele a fényt! Na, ez rossz. Többi, az is rossz. Igen. Ne is ráírva, de mi tudjuk, hogy rossz. Az is rossz. Igen. És ezt a műveletet fogjuk folytatni, amit itt látható. Igen, de mi ezt alaplap elválasztó kicsi szerszámmal csináltuk. És nekünk van nagy szerszámunk is, tehát...
Na, megyünk és megoldjuk a mi kis problémánkat. Macska, ne engedj be senkit! Ez igazi jó tűzfal, nem? Igaz, hogy analóg, de attól még jobb lesz. Szembesüt a nap. Itt nem fog. Nem, itt nem. Csak hogy a kamera hátul is lássa. A kézi erőt azt általában nem szoktuk kedvén használni. De most mit csinálunk végül is? Azt a lemezvágó olló. Szóval azt fogjuk csinálni, hogy a videokártyák tárolására ez egy ajzatként fog majd szolgálni. Tehát itt levágjuk az AGP mellett a barbár módszerrel. Egy pillanat, várj egy pillanat. Igen, valahogy így kéne leintegrálni. First blood. Uninstall. Halál. Csak hogy ne zavarja a vágást. Biztos, ami biztos. Gyilkológé. Ez már műhely. Na. Ez teljesen jó. Még a hátsó három fehér picit, azt kéne még onnan levarázsolni, az jó van. Na, teljesen jó. Most már mehet. Olló kész a helyzet. Igen, most már, hogy... Készülj fel a harcra! Neki nem fog sokat... Gyilkológé! Szóval... Na, hogy lássátok, hogy az erőviszonyok ki vannak egyenlítve. Na, ez teljesen jó. Ne felejtsétek el, hogy most azt a feladatot csináljuk, hogy ide fogjuk tenni így a szélére, és ebben lesznek majd a videokártyák. Tehát ez szó szerint egy videokártya tartó eszköz lesz majd. Ja, igen, ott látható a ideport. Még. Készít a harcra! FFD-t. FDD-t. FDD-t. Ezt sokan meg fogják nézni ezt a videót. Na. Ez egy újfajta ideport. Nem jó, csúnya lett. De tudod mit, haver? Teljesen jó tartó lesz. Tovább. Csinálj belőle mini rabokat. Készülj fel a harcra! Mennyitek ő a nyáklap? 12-3 valamennyi, nem tudjuk. Sok. Te használtad már erre ezt az ollót? Kiutottam le. Na. Még a hangkártyát, ezt csapjuk már le innen. Na. Természetesen nem a hangkártya. Hány rétegű. Elvágta a froci szélét! Na, szóval, ezt innen kérjük még dezertálni. És utána lehet takarítani utána. Összeseprünk majd. Holy shit! Uni is találjuk. Nem akarja. Kész. Na. Ennyit a réltek hangkártyáról. Na az nem a hangkártya, az csak a kimenet. Szedjük azt? Nem szedjük le, ez így marad, ahogy van. Na, megvan mind a három kis tartókánk. Termeltünk három szemetet, meg egy kicsit majd takarítani kell. De a lényeg az még mindig jó. Akkor azt majd dobjuk ki a köriktatóba, vagy visszahozod? Dobjuk a köriktatóba. Kördosszéba iktatjuk. Mosoljuk. Már ott szemetelsz? Na, nem szép dolog. Oké. Vadmacska. Vigyázzunk, hogy itt a vadmacska. Most mit röhögsz? Ez teljesen vadmacska. Na, teljesen jó, kérlek szépen. Egy, kenő, három. Három. Kicsit ízés ez itt ilyen csúnyaságos. De majd megoldjuk. Na, és akkor ez szépen oda majd fölkerül, és akkor ezek fogják tartani a videókártyákat, meg egyéb PC-es tudok. Hangosabbra. Ha-ha-ha, hogy ne ezzelre. Na, szóval. Igen, szól a muzsik. Szóval. Elérkeztünk a leltárnak ahhoz a részéhez, amikor már olyan tesztelés van, ami... Hogy magyarázzam meg? Megcsináltunk egy csomó alaplapot, megnéztük, hogy jó-e. Ez az összes alaplap jó, és még tovább megyünk. Össze van állítva már
Tehát ezek már működő cuccok lesznek. Ezek már készen állnak. Ezek is. Mindegyikben van már proci, hűtő, minden. Mi van? Ugyanahogyan ő is. Ja, igen, mert itt már restart. Mert közben össze kell állítani egy rendszert azért, hogy az eszközöket kipróbáljuk, mint például a hangkártya, a hálózati kártya, meg ilyen hülyeségek. Úgyhogy jön a tesznek ez a vicces része. Úgyhogy az összes hangkártyát, az ízásokat, meg minden vackot mindjárt ki is próbáljuk. Úgyhogy alaplap csere. Mert ez az, amit most itt látunk, ez a telepítő alaplap, ez a gigabyte-os, dual-core-os, minden rendben van vele. És akkor jön mindjárt a hangkártya teszt. Igen. Csomagfejlők frissítése. A frissítés a Zubinak nagyon szükséges, ugyanis az új hangkártyákat, meg az új videokártyákat hát fel kell ismernie. Szóval, most egy olyan hibalistát fogunk csinálni, mert most átnéztük, hogy nagyjából mink van, meg mink nincsen. Egy olyan hibalistát fogunk csinálni, hogy mi az, ami kéne. A pontos idő 2014. Február mennyi? 15. Tegnap volt Valentin nap. 15. Hány lista. Ja? Tehát szükséges a február 15-én a következő. 470S, ugye? S478. Hűtés. Nincsen hűtőnk. Nincsen 478-ra hűtőnk. Tudjátok, ilyen vackok. Ezek. Azok a hűtők, igen. Csináltunk felmérést, hogy milyen memóriákkal rendelkezünk. És a DDR-ből nagyon-nagyon szegényes az kínálat. Tehát ez így nem jó. A következőkre van szükség. Ja? Hova írtam? Igen. Ide írtam. Össze-vissza forgatom. Kellene DDR 1-es memória. Nyíl. Milyen kéne? Hát 256-os vagy 512-es memória. Jó? Memória. Eddig megvan? Sok! Ezt nem is karikázom, mert teljesen egyértelmű. Jó? Ugyanis a DDR-ből nekünk csak 128-as van, és az meg kevés. A következő probléma, amit még itt mutatni szerettem volna, hát ház. Jó, tudom, hogy az emberek azért házasodnak, hogy legyen meg a bezár, ugye? Igen. Igen, Isten, a tolszéresít. Ő behajtani tilos! Megjelent, hogy behajtani tilos. Mind a két oldalról behajtani tilos. Tesszője. Négy házunk van. Nem jó a négy ház. Mert... Na mindegy, ez itt frissítgesse magának. Az a bajunk a házakkal, hogy 1, 2, 3, ezeket nem számoljuk, mert ezek majdnem kész vannak. És akkor hol a többi? Négy. Itt van az asztalon egy 5. Na jó, akkor menjünk tovább. 1, 2, 3, 4. Plusz még itt van egy kicsit erősebb gép, de valószínűleg ez majd ilyen teszt deszka lesz. Még nem tudjuk. Szóval lehet, hogy ház is kellene majd. Jó, egyelőre így ennyi. DVD olvasónk az van. Vinyóból küldhetnétek még, mert abból összesen van 3 darab. 4, igen, mert ugye ezt az apás vinyót nem nagyon vettük komolyan. És hát a telepítgetés az meg majd szépen lassan megy, persze ez majd nem itt a műhelyben lesz. Ezt vágod? Mi ez vicces dolog? Mindegy, azért tudunk egy restartot, mert amúgy is behajtani tilos van. De akkor hova nem szabad behajtani? Biztos valami főút, mindegy, tudunk egy restartot. És akkor majd utána. Nem. Hülye. Igen. Na, mindegy. Szóval ezek kellenének egy SOS-ben. Mindjárt bővül a lista, hogy nézzük át a többi dolgokat. Na jó. Ez most hányadik indítása? Szerinted? Negyedik? Ez a teljesen jó alaplap. Az igazi probléma az, hogy betettük a házba, a számítógép házba ott felül,
Igen, abba. És ott nem akart elindulni. Mert egy másik táppal próbálkoztunk. Speaker. Ki kéne totózni, hogy hol a speaker. Nincs kép? Nincs. Pedig ugye be vagyunk kötve. Ez nem megy. Visszalakjuk a másik tápot. Nem, nem. Én azt javaslom. Azt akartam mondani, hogy akkor próbáljuk meg bekötögetni, hogy mi. De az a helyzet, hogy így most nem fog menni. Valakjuk a tápot, mivel működött, és az a beindult. A szuper tápot. A szuper tápke. Ezt. Ezt. Mert azzal megy, de azt tudjuk. Ezt meg tegyük elrébb egy kicsit. Ez a nem szuper táp. Na, addig jó, amíg vannak ilyen alkatrészek, hogy lehet próbálkozni, miután elfogynak az alkatrészek. Cégében. Ha ezzel beröffen, akkor... De ez nem malac, hogy beröffenjen. Jó? Kérünk egy bútapot. Indul. Sípolót, rá kéne dugni a sípolót. Kurványják, hogy... Valami ötlet esetleg? Na, valami ötlet esetleg? Nincs. Keressük meg a sípolót, jó? Ott van az kis speaker. Mert szerintem most is sípol, így megállás nélkül. Kéne. Úgy teljesen megállás nélkül. És most totózunk. Mutasd meg, légy szíves, a problémát. Na az a probléma, hogy ide kéne rádugni a power buttont. A kurva anyám. Menj már innen azzal a zavaró tényezővel. Na, fény. Menj, mit donna a kezedet? Na. Szóval ide kéne rádugni a power ledet, a power buttont, a reset switchet, a HD ledet, a speakert. És semmiféle felirat nincsen az egész alaplapon, hogy ez minek a gyártója, hogy hívják. Na, így fogjuk kitotozni, hogy hol a speaker, meg hol nem a speaker. Egyetlen egy gombot tudunk, hol kell bekapcsolni. Na, azt így ennyi. Tehát semmi egyebet. És általában a speaker... Te dugd rá rendesen. Hát, teljesen mindegyiket dugom rá. Vagy nem. Legfeljebb... Megnézzük kettesével. Mi van a szélső kettővel? Az önálló kettő az a szélső kettő. Hogy értve? Hogy? Nem hiszem, hogy ilyen keresztény lenne. Nem is az. Na jó, szóval most így próbálgatunk. Majd mindjárt jövünk vissza. Na jó, szóval mit látok? Pöttyös, ez csíkos. Ez? Csík. Közelről megnézzük, ez pöttyös. Közelről megnézzük? Nézzük az erre. Okay. Ez neked pöttyös? Ez csíkos? Ez csíkos? Ez csíkos, barátom, ez csíkos. Csíkos pöttyös, pepita. Szóval arra várunk jelenleg, hogy a rendszer betöltsön. Ja, meg hogy lássunk élesen, igen. Megint homályosodik. Na, igen, végre. Még mindig csíkosság van. Kárda probléma. Szóval nem nagyon dolgozik ez a szemétláda itt. Nem ez, persze. Haver. Tibi. Igen? Ez nem tudja ezt. Csere AGP-re, de gyorsan. Ó, kicserélődött a kártya. Pip! Kicsit. Fokuszálj már rá. Floppy disk fire. Nem baj, haver. Túl messze van. Mi? Azt nem látod azt a floppy-t, bazzek? Azt nem látod ott? Nem látod? Hát ne haragudj, de... De lehet egyébként az az ő baj, hogy oda... Oda, ez nincsen berúgva. Oda, oda. Ez wifi-s. Wifi-s floppy! Elmész! Na szóval, nem jó. Már kaptunk egy villogó csíkot. Somebody says ez a, hogy bevillogok, hát? Somebody says ez kurzor. Oh, yeah.
Behatoló. Intruder alert. Hoppá! Ezért volt ráírva, hogy jó. Rangkártya jó. Kérünk egy kis bejelentkezést. Verjük a titkos jelszót. És most jön az rangkártya tesztje. Mert hang van, kép van. Milyen jó volt ez a login szond, igen. Várjál, először meg kell várni a fejlécet, tudod. Fej? Hol egy léc? Most van fönn egy léc. Mérő léc? Ez az. Megvártuk a fejlécet. Messze. Megjött! Na, dugjál! Villogott, láttad? Oh, hol a kép? Hé! Hey. Mit csináltál? Mit csináltál? Semmi. Nincs kép. Látom. Nem látom. Ez reszetnek tűnik. Most... Kicsit behomályosodott, barátunk. Na, menjél izébe. Oda befelé. Aztán old már meg, hogy emlékezzél rá, hogy hívnak. Nincs. Igen. Több ez jó. Mehet. Milyen hangosat csattani. De legalább itt van LED, ami jelzi. Be vagyok kapcsolva, köcsi. Milyen szépen kultúráltan be van kötve minden. Egyébként a hozzá nem értőknek elmondanám, hogy amit itt láttok per pillanat, az maga a számítógép. Tényleg. Elmagyarázom, jó? Most van rá időnk. Ez, amit itt láttok alul, ez a nagy bordagenyó. Mutasd meg, légy szíves. Az a nagy bordagenyó, az arra való, hogy hűtse az alatta lévő processzort. Ez a hatalmas, megfellebbezhetetlen méretű ventilátor pedig arra szolgál, hogy ja, közben megy a lemezellenőrzés, mindegy, hogy hűtse a processzort, tehát technikailag pont azt, aki az összes feladatot elvégzi, ezt hívják processzornak. Lássuk a mintát. Így néz ki egy processzor. Ez nagyjából az is, ami egyébként ebben a gépben van, avval a különbsége, hogy ez nincs most beépítve sehova. És a processzorgyártók nagyon nagy kedvence, hogy ráírják, hogy ez micsoda. Amint láttuk, ez egy Celeron 600-as, itt a szélén, itt. Látjátok, hogy 600-as sebességű processzorral állunk szemben, ami Celeron, tehát eleve butított teljesítmény. Ami itt van, most már azért bejelentkezhetnél. Ami itt van, itt a hűtőventilátor alatt, természetesen, az egy 800 EB típusú processzor. Tehát nagyjából úgy néz ki. Ez a két hangszóró, igen, rendkívül igényesen, ide bele van dugva a hangkártya kimeneti nyílásába, amire ráírtuk, hogy jó. Ez a kép, ez a lila vacak, Kaled monitor, ez bele van dugva ebbe a piros panelba, amit meg úgy hívnak, hogy a videókártya. Nem valami hatalmas teljesítményű, de nekünk ez bőven elegendő lesz. Második. Hálózati kártya. Egy Realtek-es hatalmas találmány, benne egy PCI-osnak nevezett sínben. Ez, amit itt láttok, ezt kihúzom. Ez itt el fog menni majd a net. Kihúzom. És mindjárt mutatja, hogy elmegy a net. Figyelj ezt a gyors reagálást. Tűrű! Elment a net. Bontva! Valamelyik köcsök kihúzta. Na szóval, ezt mi hívek hálózati kártyának. Na, úgyhogy ennek a tesztje sikeres. Úgyhogy ezt úgy, ahogy van, be lehet építeni. Úgyhogy leállíthatjuk. Várjál, segítünk. Sorrendbe. Van három darab SD memóriánk. Nem keverjük ezt a sorrendet, ez fontos. Ide van ráírva, mindjárt rázoomol ez a buzi, hogy a 128-as, tedd félre, légy szíves. Igen, az mehet is be a helyére, igen. Úgy, benne van, következő, fordítsd meg. 128-as, igen, PC 100-as, nem 166-os, pedig annak kéne lenni, de 133-nak. Jó, megvan, következő. Itt van a ezüst, ezüst. Mindjárt. 128, PC 133, oké, mehet be. Na,
Következő kérdés akkor, 3x128 az mennyi? Mennyit szoktunk látni ilyenkor? 400-at? 400, 390 valamennyi, 380. Na, kérjük a bútot. Benne van a 3 darab 128-as és Abit deszkával vagyunk felszerelve, tehát látjuk, hogy milyen helyzet. 2B, megjött a kép. Így, így van, elindult a készülék. 256. Mi van? Lehet, hogy nem tudsz adni rendesen. Ez nem jutott eszembe egyébként, tehát szerintem fordítsuk meg a két memóriát. Az nap a középsőt, meg ami te feléd van. Pedig direkt figyeltünk a sorrendre, hogy melyik után jön. A double data rate, tehát a DDR memóriáknál ez mindegy egyébként, hogy mi a sorrend. De itt valami érzékenység van. Indul. C0, C1, C3, ezek a memória tesztek. 2B, ilyenkor már boot sequence van. Ezt azért tudom, mert én is abitos voltam sokáig. És ott a 400. Ha-ha-ha-ha. Kemény mi? Kemény mi? Szóval ez volt a 400, amit mi 400-nak hívunk. Ez 3 darab 128-as memória. Mi van? Ez előbb az 512-t, hogy értik el? Azt nem tudom. Azért csináltuk meg ezt az egész részt most így per pillanat, mert 512-t írt ki a rendszer. Akkor adjuk így! Mert akkor azt hiszi, hogy 512 nem ez történt. Hát mondom, vegyük fel videóra. Fölvettük videóba és nem. Kicsit azért furcsa, de nem baj, a lényeg, hogy működik. Plusz egy gép már kész van. Itt alul, ja, mert közben itt ezeket szépen visszapakolgatjuk. Mert kezd már kicsit késő lenni. Ez nem írja mennyi az idő? Az előbb az volt az óránk. Mindjárt itt van. Nem írja, mindegy. Na, az a lényeg, hogy kezd egy kicsit már késő lenni. 5 óra is elmúlt már bőven. 23. Igen, akkor 5:30 mindjárt. És hát jó, jó, jól állunk meg mindent. Tehát jó sok gépet összeraktunk, vagy 4-et. Mert úgy van, hogy 1, 2, 3 teljes gép már kész van, és van egy pár dolog, amivel súlyos gondok vannak. I mean, súlyos gond az azt jelenti egyébként, hogy nem minden része akar normálisan működni, ez egy teszt alaplap, ez valószínűleg nem is fog innen kikerülni, mert megkapja a házigazda. A többi azonban teljesen kiválóan működik. Az MSI az tréfálkozik. Tehát az MSI egy kétszer áthúzott, egy átixelt, na, megpróbálom így megmutatni, de leteszem az asztalra. Egy átixelt memóriát fogad el. Tehát ez ki van x-elve, hogy ez nem jó. És ő elfogadja. Minden második bebutolásra elfogadja. A másik meg, hogy össze-vissza működik, tehát nem megbízható. A többi alaplap azonban frankó. Ennyi alaplapunk van, amit itt láttok, ami nincs még beépítve. Van ez a nagy Ali. Ezt még ki sem próbáltuk egyébként. Itt van az MSI, az a hatalmas kérdőjeles buzi, pedig én már egyszer ráírtam, hogy jó, mert egyszer bebírtam indítani. És itt van az Elite Groupos csodadeszka, ami tudja a DDR1-et is, meg az SD memóriát is. És elméletileg ez jó, de ez még ugye nincsen kipróbálva. Hol van az a csúnya alaplapunk? Ja, itt van lenne ez. Na, tessék, ez egyszer, ide fölrakom, hogy lássátok. Ez egyszer be lett indítva. Az alaplap kapott egy piros jelzést, hogy jó. Utána kapott külön a hálózati kártya és külön a hangkártya egy jelzést, hogy jó. Na akkor láttuk utoljára működni. Összeraktuk, beraktuk a számítógépházba, bekötöttünk mindent, és nem működött. És akkor úgy gondoltuk, hogy ha már ennyire speciális vagy, mutatom, jó, mert azt mondjuk ti sem fogjátok nagyon elhinni. Mindjárt felállítom itt a rendszert. Hogy ilyen a bekötése, megmutatom a másik oldalról is, jó? Ne röhögjetek ilyen hangosan, mert áthaladszik a videón. Szóval így néz ki. Az igazi poén az, hogy itt a power switch, mert mindjárt zoomol ez a vacak. Azt írtak a fórumon, hogy ezt nyomkodni kell, akkor jó lesz. Ott a power switch hosszába van. Eddig megvan? Most mutatom a képet, hogy hogy néz ki egyébként a terven. De furcsa, nem? Itt meg keresztbe van. Na jó. Menjünk tovább, szóval ez az alaplap egy hatalmas kérdője, mert nem értjük, hogy miért nem akar működni.
Mindjárt mutatom, még izébe is. Jó? Ja, itt van a Tibinél a tervezet, igen. Tehát letöltöttük PDF-be, hogy hogyan is néznek ki ennek a kiosztása? Na így. És mint látjátok, a power az keresztbe van. Ott van keresztbe, hogy power on-off, az keresztbe van. Nem oszába, nem. Keresztbe. Na, úgyhogy... Csak hogy értsed, hogy a használati kézikönyvben máshogy van megoldva, mint hogy rá van kötve eredeti gyárilag a kábel. Na, ettől még egy ló is tojást hoz. Lássuk a hibalistát. Tiborius, kérjük a hiánylistát. Ide csinálunk helyet, így. Ez a vége a videónak. Nagyon köszönjük, hogy megnéztétek. A következő dolgokra van szükség. 2014. február 15-ig van ez a hiánylista. Szükség van 478-as hűtésre. Segítsetek meg elképzelni, hogy ez micsoda. Kérjük a rámutatást. Hogy ez a hűtés, ez a nagy ventilátoros köcsökség. Nem kell, hogy fehér ilyen dugó legyen rajta, az most teljesen mindegy, hűtés legyen. Kicsit jobban segítünk, hogy megértsétek. Köszönöm. Így néz ki a hűtés, jó? Tehát ez egy processzor hűtő. Többféle formája van, ne ijedjetek meg, hogyha nem így néz ki, meg más színű esetleg. Ventilátor van a tetején, és általában vas az alja. Menjünk tovább, jó? Mert azért van még mit csinálni. Következő. DDR1-es memória, 256-os és 512-es memória. Ezekre van szükség. Hogyan néz ki egy memória? Az nem az, pont nem az. Igen. Ez egy memória csík. Ez egy borzasztó, kevés, majdhogy nem alkalmatlan a feladatra kategóriájú memória. A bal oldal szélén látjuk, hogy 128 megás eszközről van szó, ami nagyon-nagyon kevés. Miért kevés? Hát kérlek szépen azért kevés, mert három sín van. És a három sínbe három darab 128, mint az előbb számoltuk, 400. És ahhoz, hogy a rendszer működjön rendesen, hozzá tényleg kéne egy 512-es. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy a 256-os és az 512-es memóriákat a padlásról, illetve a pincéből, ha lehetne, de jó lenne, meg tudnátok hozni. Következő. Hosszabbító tápkábel. A hosszabbító tápkábel az így néz ki, hogy ilyen vége van, ugye teljesen világos, és ilyen eleje van. Ez a normális tápkábelnek a vége. Tápkábelt ide be kell dugni, ez a táp itt hátul. Ezt ide be kell dugni, és ide jön a hosszabbító rész. Látjátok? Tehát ide simán be tudom dugni. Tik, és be van dugva. Ugye világos? Mennyi kéne ebből, vagy négy? Mindegy, nem írjuk fel a mennyiséget, küldjetek, amennyi van, az baromi jól lenne. Következő. AGP és VGA. Ez azt jelenti, hogy egy olyan speciális sínű videokártya, ami... Mindjárt csak megpróbálom ki műteni egy kézzel. Így néz ki egy AGP sínes videokártya. Ez azért hívják videokártyának, mert az elején jön ki az a jel, amit a monitor fogad. Evidens, nem? Az alján van a sín. Ezt a sínt hívják AGP-nek. Ez is remélhetőleg teljesen egy és két értelmű. Tehát ilyen sínű videokártyák kellenének jó sok. Jó? Ezt légy szíves, tedd vissza. A következők, amik kellenének, egér, PS2, billentyűzet, PS2. Hogy értsétek, így néz ki egy PS2-es dugó. A PS2-es dugó két színű. Van egy lila, meg egy zöld. De hogy egy kicsit tovább konfrontáljam a helyzetet, itt ide kell dugni a lilát a lilába, a zöldet a zöldbe, ugye világos? Na, egyik sincs. Úgyhogy mind a kettő kellene. Ugye teljesen világos. Már a negyedik gépet rakjuk össze, mindegyik tök jól működik. Kellene még vinyó. Mert hogy összesen van négy darab. Ugyanis 1, 2, 3, 4, ezt a vinyót itt ne számoljátok, mert mondjuk, hogy nincs is, jó? Az ismertokból, mert csak 635 mega, azzal nem lehetünk mit kezdeni. A múltkor alkottuk egy szabályt, hogy 10 giga alatti vinyó nem létezik. Úgyhogy 1, 2, 3, 4, plusz, itt van egy rejtett vinyónk valahol, igen, de ez a tesztvinyó, mert értelemszerűen ezzel a vinyóval fogjuk kipróbálni, hogy melyik alkatrész hajlamos az együttműködésre és melyik nem, jó? Tehát légy szíves, aki szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy ingyenes számítógépek készüljenek, és esetleg hegyekbe áll otthon az olyan alkatrész, amit nem használ, küldje el, jó? Értelemszerűen a posta címet a Facebookon el tudjátok kérni. Ez itt a hiánylista, hogy mi az, amire még
Még mindig szükség van. Írd oda a mennyiséget, hogy 10 giga. Ugye világos? Úgyhogy tudom, hogy nem tud mindenki részt venni ebbe a dologba, de aki ezzel az aprósággal tud segíteni... Nem gonoszkodni! Mert ha nem, akkor megy és lenyírja a sövényt. Nem ezt akarta mondani, hanem hogy ez kéne. Jó? Úgyhogy mindenkinek jó éjszakát, jó napot, vagy nem tudom milyen időpontban nézi ezt a videót. Ajánlom, hogy nézni az RTL klubot, hogy szégyen. Na, minden jót, sziasztok! Tessék integetni!